Bajnoki címvédő és UL8-at döntős férfi labdarúgó csapatunk tagjainak nem csak a pályán, hanem bizony sok esetben az élet egészen más területén is helyt kell állniuk, jelen esetben a fényképezőgép előtt, ugyanis február 28-án kedden egy igényes budapesti étteremben került sor retro kollekciónk fotózására, ahol modellként Bogdán Ádám, Eldar Csivics és új játékosunk Nikolaj Baden Frederiksen működött közre. Játékosainkkal egy-egy rövid technikai szünet alatt tudtunk beszélgetni, így megtudhattuk, hogyan állnak hozzá az ilyen eseményekhez. Teljesen jó. Egyébként élvezem is őket, mert picit így, nem tudom, belevisz egy kis szint a hétköznapokba. Általában jó helyszínen vagyunk, legutóbb a Várba voltunk. Kipróbálunk egy csomó ruhát. Nagyon rendesek és jó fejek a fotósok, a sminkesek, úgyhogy nagyon aranyosak és nagyon szeretünk velük dolgozni. Ez egy vicces elfoglaltság. Eddig egyedül voltam, de már itt vannak a többiek is. Picit ugratjuk egymást ilyenkor, ami gondoskodik a jó hangulatról. A télen érkezett dán játékosunk Nikolaj Baden Frederiksen szinte profikat megszégyenítően pózolt a fényképezőgép előtt. Eldar Csivics már kevésbé volt magabiztos. Hát idegesnek látszik. Ha ránézek, mindig idegesnek látom, de ez egy vidám esemény, egy mókás nap, úgyhogy élvezzük a dolgot. Na és vajon a csapaton belül ki diktálja a divatot? Ki öltözik a legfeltűnőbben? Talán a csapattársam között ez a mai testvérek azok, én még nem láttam őket például ugyanolyan cuccba bejönni edzésre. Én azért én a hagyományosabb, tehát én a farmer póló, kapusznis pulcsi, vagy sima pulcsi, valami normálisabb edzőcipő. Úgyhogy én egy kicsit ilyen lazább, de nem melegítő nadrágos stílust képviselek, ha ez stílus. Dictating the fashion. Divat diktátor? Őszintén a csapat jelentős részének finoman szólva is nem jó az ízlése, meg kell, hogy mondjam. Az én meglátásom szerint a máj tesók, Ryan és Sammy diktálják a divatot. Ők általában teljesen máshogy öltözködnek, mint a csapat többi része. Úgyhogy őket mondanám, de legyen inkább Ryan. Az egyéni fotók mellett páros és csoportos képek is készültek. A kiváló hangulatú esemény alatt Nikolajtól megtudtuk, hogy kitől szokott öltözködési tanácsot kapni. What is your, Mik a kedvenc ruhadarabjaid a hétköznapokban? Just casual clothes, no, Csak az adott alkalomhoz illő ruhák. Igazából nem fordítok a ruházatomra nagy hangsúlyt, még otthon sem, emiatt a barátnőmtől gyakran kapok a fejemre, mert szerinte többet kéne az öltözködésemmel foglalkoznom. Nincs kedvenc márkám, korábban Dániában volt együttműködésem pár céggel, de alapvetően tényleg az alkalmi ruházatot részesítem előnyben. A barátnőt szokott tanácsokat adni, hogy mit viseljél? You should wear or something like that. In some occasions, yeah. Néha igen, igazából szeret, hogy is mondjam, jó irányba terelni, hogy bizonyos ruhákat viseljek, mert én annyira nem szoktam belemerülni ezekbe a dolgokba, az ő ízlése és a divathoz való érzéke jobb az enyémnél, szóval általában vakon megbízom abban, amit mond, például, hogy bizonyos ruhadarabok jók együtt, és akkor én azt megfogadom. Together, then, yeah, I go with that sometimes, yeah.